Megemlékezés, kenyéráldás és osztás, az államalapítást ünnepelték Mohácson. Bátor tábor, beteg gyerekeknek gyűjtöttek a futók. Ünnepi püspöki szentmise és körmenet, nagy boldogasszony főbúcsú Mária Gyűdön. Táncbemutatók, vásár és koncertek, falunapot rendeztek Vikaron. Köszöntöm a nézőket, Önök közéleti magazinunkat, a Központot látják, tartsanak velünk! Augusztus 20-án ünnepeljük Magyarország államalapítását. Mohácson a Baranya megyei közgyűlés elnöke tartott beszédet, Szent Istvánra emlékezve. A rendezvényen a kulturális programok mellett a kenyéráldáson és osztáson is részt vehettek a megjelentek. Részfúvósok hangját a zenget augusztus 20-án a Mohácsi Széchenyi tér. Itt rendezték meg ugyanis az államalapítási ünnepséget. A műsort a Mohácsi Polgárok Olvasóköre folytatta egy népzenei dalcsokorral, melyet citerán kísértek. Az előadásokat követően Madaras Zoltán, a Baranya megyei közgyűlés elnöke tartott ünnepi beszédet. 1000 évvel ezelőtt egy férfi itt a Kárpát-medencében, aki felvállalta a felelősséget, hogy népét Európába vezeti, hinni mert abban, hogy megszületik Európa szívében az erős, független, szabad európai ország, a magyarok országa. Ezt álmodta meg Szent István király, a magyarok országát, melyet saját szokásainkhoz és törvényeinkhez igazítunk, így otthonunká válhat. István király éles látása és vasakarata nélkül ma talán csak porfelhő lennénk, melyet egy hajdan nagy nemzet vert fel a történelem ország. Elvégezte, amit rábízott a sors. A több mint 1000 éves keresztény magyar állam a magyar nemzet közösségének nagy és maradandó alkotása. Magyar államalapítás ünnepe egyaránt jó alkalom a múltra való emlékezésre és a jövő betekintésre. Tegyük fel a kérdést, milyen magyar államot teremtettek elődeink, és ezredév után mi magyarok, milyen államot szeretnénk magunknak és gyermekeink. 1000 esztendővel ezelőtt elődeink keresztény és független magyar államot teremtettek. Keresztényt, mert érezték, csak a hitnek van teremtő ereje, és mert tudták, keresztény a Európa talajába csak keresztény állam tud meggyökerezni. Független államot teremtettek, mert tudták, a függetlenségében sérült állam nem tudja ellátni legtöbb feladatát, nem tud megfelelő védelmet, biztonságot, otthon nyújtani az országában élő magyaroknak, és nem magyaroknak. Az államalapítás művét kiteljesítő Szent István királyunk nem a német-római császártól fogadta el a koronáját, mert az politikai hűségesküt és a függetlenség csorbulását jelentette volna, hanem a II. Szilveszter pápától fogadta el a Szent Koronát, és vele együtt az apostoli felhatalmazást. Így szabadon építette fel a magyar egyház szervezetét, szabadon rendelkezhetett az ország erőforrásaival, vagyis szuverén államot alkotott. Szent István a római kereszténység felvételével 1000 éve beillesztette a magyarságot az európai hatalmak közé, tervszerű, tudatos állam és egyházszervező tevékenységével olyan államalapjait rakta le, amelyet ma is ünnepelünk. Államalapító Szent Királyunk világosan látta a célt, amiért küzdeni kell, és felvállalta a külső, belső támadásokat Magyarország megteremtését. Olyan országot teremtett, amely a történelem vérzivatalos századain át mindig képes volt a megújulásra, megfelelt a kihívásoknak, és kibírta a megpróbáltatásokat. Ma új kihívásokkal és megpróbáltatásokkal állunk szemben. Délről ismét fenyegetik határainkat, és nyugat most sem ismeri fel az európaiság valós céljait. Magyarország egy évezredel kereszténység és Európa védőbástyája. Évszázadokon keresztül harcoltunk a végeken, még ha ezt Európából segítséget és köszönetet nem is kaptunk érte. Ma is hasonló a helyzet. A Szent István által fölépített keresztény és független magyar állam évszázadokon át védelmet és otthont nyújtott a Szent Korona minden népének. Miért fontos mindez ma, 2018-ban nekünk itt Magyarországon? Ahogy Európában Svájc a pénzbiztonságát jelenti,
Magyarország a létbiztonságát fogja jelenteni. A gyerekek játszhatnak az utcán, a feleségem és lányaim biztonságban sétálhatnak, nem úgy, mint nyugaton. Ezért folytatnunk kell a Szent Istváni szellemiséget, a kikövezett úton kell haladnunk, hogy nemzetünk biztonságos otthon lehessen számunkra, és azoknak is otthont jelentsen, akik elfogadják törvényeinket, vallásunkat, hagyományainkat, és nem akarnak minket megváltoztatni. Az ünnepi beszéd után kenyérszentelés következett, majd a résztvevők meg is kóstolhatták a cipókból vágott szeleteket. Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, két pécsi édesanya idén csatlakozott a Bátor Tábor élmény különítményéhez azzal a céllal, hogy 200 000 forintot gyűjtsenek a daganatos és krónikusan beteg gyerekek táborosztatására. A plitvicei félmaratonig szerették volna teljesíteni a vállalást, de a futás után lett meg a teljes összeg. Azt tervezik, hogy ezentúl minden évben megismétlik az akciót, de más helyszínen. A Bátor Tábor missziója, hogy életeken változtassanak, súlyosan beteg gyerekeknek és családjuknak nyújtanak sorsfordító élményeket, eszközöket az élethez, a gyógyuláshoz, és mindezt ingyen. Az élménykülönítmény a Bátor Tábor Alapítvány jótékonysági sportközössége. A csapat tagjai maratoni és félmaratoni futásokon, valamint hosszú távú kerékpár és triatlon versenyeken indulnak. Az általuk megtett kilométerek akár egy kávé vagy egy mozi egy áráért örökbe fogadhatók. Ehhez csatlakozott két pécsi édesanya, akik elhatározták, hogy 200 000 forintot gyűjtenek a gyerekek táborosztatásának megsegítésére, mégpedig azzal, hogy elindulnak a plitvicei félmaratonon. Az akció igazából az volt, azt szerettük volna elérni, hogy a 200 000 forintot gyűjtsünk a táborozó gyerekek részére, tehát hogy így általánosan a tábort segítsük, a nyári táborokat. És akkor hát ott a futás nagyon, tehát is jól sikerült, és nagyon nagy élmény volt mind a kettőnknek. Izgultunk így előtte, mert ugye eleve egy külföldön futunk, meg hogy azért egy viszonylag nehéz, vagy hát egy olyan különleges terepnek számít, ugye már nagyon sok benne a lejtős az elején, aztán meg ugye ilyen dombos, tehát hogy így fura volt picit, de igyekeztünk rá azért így készülni fejben is. És hát mégis így mondhatjuk azt, hogy jól sikerült, szóval így nagyon nagy élmény volt így olyan jó volt, amikor célba értünk, és hogy ezt így közösen megcsináltuk, szóval az ilyen nagyon örök élmény maradt szerintem mind a kettőnknek. Igazából úgy jött össze a pénz, hogy ugye az volt a célunk, hogy magáig a versenyig összejöjjön ez a 200 000 forint, de aztán nem sikerült, tehát a versenyig nem, hanem akkor utána egy-két héttel talán, úgyhogy, és akkor ráadásul úgy, hogy egy nagyon kedves ismerősünk még így, amikor a hiányzó összeget így átutalta igazából, tehát így 10 000 forint volt, ami így hiányzott, és akkor így a Terinek az ismerőse igazából, aki ezt így hallott, ezt a felhívást, de hát nagyon köszönjük, tényleg így nagyon sok kedves ismerősünk, ismeretlenek, barátok, meg így mindenki, akik így ezt támogatták, meg támogattak minket, és hát igazából rajtunk keresztül a Bátor Tábor. A két barátnő több mint egy éve fut rendszeresen és indulnak versenyeken is. Sosem voltak profi sportolók, nekik nem az eredményesség a céljuk, hanem hogy örömet szerezzenek a súlyos betegségen átesett gyerekeknek. Általában a sportolóknak, meg a futóknak vannak céljaik, hogy most versenyeket meg szeretnének nyerni, vagy dobogóra szeretnének állni, vagy időben szeretnének sokat javítani. És mi alapvetően Adettivel nem futunk gyorsan, mi ezt vállaljuk, hogy nálunk nem a gyorsasága a fontos, viszont szerintem nagyon jó, hogy nekünk is van, vagy lehet célunk, és általában azt gondolom, hogy a gyors futók mondjuk nem biztos, hogy vállalnak egy ilyen célt, mert nekik más céljaik vannak, nekünk ez viszont így kapura jött, hogy nekünk is lehet valami fontos ügyünk. Ez nagyon érdekes volt, nagyon jó hangulatú verseny volt, nagyon sok országból voltak futók, tehát én igazából például itt láttam először húsvér, mondjuk ilyen afrikai futókat, akik mondjuk ilyen nagyon vicces szerelésben futottak, ilyen flip-flop papucsban, vagy távol-keleti futókat láttunk, akik mondjuk kis japán hölgyek kimonóban. Tehát nagyon-nagyon sokszínű és érdekes volt ez a verseny. Általában, amit én elkezdek, azt szeretem maximálisan végigcsinálni, és amikor így a vége felé láttuk, hogy még nincs meg a teljes összeg, akkor
egy kicsit el voltunk keseredve, aztán mivel a dolgok végül mindig jól alakulnak, ahogy én szoktam mindig mondani, ezért a végén ez is jól alakult, mert egy nagyon kedves kolléganőm, aki így meglátta, hogy mennyi összeg hiányzik még a végéhez, akkor ő átutalta ezt a hiányzó összeget, neki ezt még egyszer nagyon köszönjük, tehát így kikerekedett a végére minden. Tóth Bernadett és Radnai Teréz azt tervezi, hogy évente megismétlik a jótékonysági akciót, de mindig más versenyt választanak ki erre, így minden évben egy kicsit másképp, de tudják segíteni a beteg gyerekek táborosztatását. Augusztus 15-e a keresztények legnagyobb Mária ünnepe. A Nagyboldogasszony főbúcsúi szentmisét Udvardi György pécsi megyés püspök tartotta, aki kiemelte. Ilyenkor arra is emlékezünk, hogy Szent István király felajánlotta Magyarországot a boldogságos Szűz Máriának. A szentmise után a hívek a főpásztor vezetésével végigjárták a turisztikai fejlesztés eredményeképp kialakított rózsafüzérsétányt. A keresztények már a legkorábbi időkben is vallották, hogy Jézus a boldogságos Szűz Máriának halála után nem csak lelkét, hanem testét is feltámasztotta, és magához emelte a mennyei dicsőségbe. Az évszázadokon át élő hagyományt 12. Pius pápa emelte dogmai rangra 1950-ben. A magyar nyelvben nagy boldogasszonyként ismert ünnep, a Mária Gyüdi kegyhely főbúcsúja egyben fogadalmi zarándoklat is, melyre az ország minden részéről és a határon túlról is érkeztek hívek. 40 fő érkezett, Bakony Ákói szervezéssel pápaiak, kislődiek, farkasgyepűiek, németbányai csapat. Én negyedik alkalommal vagyok Mária Gyüdön, lelki gyakorlaton voltam, illetve virágvasárnap a Passión. Hát akkor éreztem már, hogy vissza fogunk jönni, és nem ünnepezem, amit egyedül ünneplek, csoporttal jöttünk. A hitben való élet, élés az azt jelenti, hogy van egy bizonyosságunk, és van egy konkrét helyzet, amiben napról napra ezt a bizonyosságot meg akarjuk élni. Ezt szeretnénk erősíteni az évről évre az egyházmegyéből ide zarándoklók, hívők lelkében is, hiszen ez egyházmegyei fogadalmi zarándoklat is, és éppen a zarándokok azok, akik itt megerősödve viszik az egyházmegye különböző pontjára azt a meggyőződést, hogy hitből élni, hitből dönteni, reménységet megvallani, reménységben kitartani szükséges, azzal a bizonyossággal, hogy hűséges az, aki az ígéretet tette, és lám, itt van a bizonyíték a Szűzanyának a megdicsőlése. Augusztus 15-én arra is emlékezünk, hogy Szent István király felajánlotta az országot a boldogságos Szűz Máriának. Sok nép nemzet tekint úgy Máriára, mint patronájára, de mi magyarok abban a sajátságos helyzetben vagyunk, hogy országunk is Máriánál van, fogalmazott Udvardi György megyés püspök. Egy nagyon szép képpel lehetne ezt talán érzékeltetni, hogy egy családban minden gyermeknek az édesanyja ugyanaz, és mégis az édesanyának minden gyermeke a sajátja. És ez nem, hogy a testvérek között nem okoz rivalizálást, hanem inkább egy gazdagodást jelent. Így mi nagyon büszkén tekintünk erre a napra, mert boldogságos Szűz Mária Magyarországnak a pátronája is. A nagy boldogasszony főbúcsú körmenettel zárult. Udvardi György megyés püspök vezetésével a zarándokok imádkozva járták végig a rózsafüzér alaprajzú sétányt. A turisztikai beruházás során kialakított sétány rózsafüzérén az öt nagy szemet egy-egy burkolat minta jelképezi a kiemelt pontokon, pihenőállomásokon. A kis szemeket egyedi lámpatestek alkotják. A körmenet érintette a fájdalmas Szűzanya szobrát, melynek környezete szintén megszépült. Felújították a burkolatokat, kiegészítették a hiányos kerítést, és újra rendezték a növényzetet. Táncbemutató, közös főzés, vásár és koncertek. Többek között ilyen programokon vehettek részt azok, akik Bikarra látogattak a falunapi rendezvényre. A találkozón olyan sztárvendégek is felléptek, mint Csordás Tibor vagy Mário, a harmonikás. Mário a harmonikás is fellépett a bikari falunapon. A zenész stábunknak elmondta, mindig törekszik a jó hangulat megteremtésére. Ez azonban minden koncert alkalmával új kihívások elé állítja a művészt. Elképzelhető nyilván, hogy változik a közönség összetétele.
Mert általában több év eltelik akkor, amikor az ember újra visszajön egy településre, bármis egy kicsit elbizonytalanodtam, mert ha jól emlékszem, legutóbb így Bikalon akkor a kastélyba jártam, illetve több televízió forgatás is volt. De visszakanyarodva az iménti kérdésre, mindig egy újabb kihívás, úgyhogy ettől szép ez a szakma szerintem. Gyakorlatilag az LGPS-edett világban is azt gondolom, hogy annak idején, amikor vendéglátóztam, akkor mindig egy ütőkártya volt, hogyha az ember valamilyen élő hangszeren játszik. Most nyilván én elfogultabb vagyok a harmonikával szemben, de természetesen lehet ez akár egy gitár is, vagy egy fúvós hangszer, vagy bármilyen, ami a lényeg az, hogy élő hangszer legyen. Ugye az ember maximálisan nem lehet magával mindig megelégedve. Én nagyon érdekes, mert a televízió forgatásokat általában mindig azt mondják, hogy abból tanul az ember, nem szeretem visszanézni saját magam. Mindig arra törekszem nyilván, hogy jó legyen a hangulat, nem véletlen hozok magammal általában egy olyan 40 dalt, és ebből nyilván szabadon válogatok a műsor során. Visszakanyarodva megint arra, hogy a közönség összetételétől függően, tehát ugye nyilván korosztálytól, főként korosztálytól függően, meg nem mindegy, hogy kora délután van egy rendezvény, ahol sokan ülnek és ülve hallgatják végig a műsort, vagy bele csöppenik az ember akár késő éjszaka egy táncos mulatságban, nyilván akkor már könnyebb helyzetben van, de akkor teljesen másként állítja össze a műsort. Ilyenkor egy kicsit többet játszom így élőben a hangszeren, tehát hogy rakok bele olyan standardeket, vagy olyan kimondottan instrumentális dalokat is bele tudok csempészni ez időtájt, vagy egy ilyen jellegű műsornak. A rendezvényre egyébként sokan ellátogattak, többen a családjukkal együtt érkeztek a Faluna programjaira. Általában minden évben itt vagyunk a Faluna. Van a kedvenc program a mai napon? Hát mi végül is én nőklub tag vagyok, és a nőklub főzött. Úgyhogy mi már reggel óta itt szoktuk lenni, én most nem, mert unokázom. Úgyhogy de itt a nőklub reggel óta itt főz, délben ebéd volt. És a program végül is változatos, így szerintem mindenki megtalálja, ami tetszik. Jó. Szerintem nem voltam. Nekem ez az első alkalom, és én egyetlen egy dolog miatt jöttem ki, a Csordás Tibi. Mert amikor a Fiesta az utolsó koncertét adta Siófokon, akkor én ott voltam. És nekem maga az együttes tetszett, hát és maga a stílus, amit ő. És ezért jöttem. Meg hát itt a család, a testvérem, az unokahúgom, az ő unokája, és jól érezzük magunkat itt. Nagyon sokan vannak, ami meglepő, egy kis faluhoz képest, ugye eredetileg én is Bikali vagyok, és ez számomra meglepő volt, hogy ennyi ember össze tud jönni egy ilyen alkalma. Szerintem ez egy tökéletesen jó dolog. Azért a falunak megtartó és összefogó ereje van, az mindig jó. Én körülbelül 10 perce jöttem, úgyhogy sok minden, de hát mindig itt voltunk, mindig. Van valami olyan program, ami miatt külön eljött a falunapra? Nem, nincs, vegyes, minden. Egy kicsit dolgoztunk reggel, úgyhogy kajáról lemaradtunk, egész nap itt szoktunk lenni. A koncertek mellett táncos bemutatón is részt vehetett a közönség. A New Generation névre hallgató csapat például hip-hop stílusú mozgásformákkal készült. 2007-ben alakultunk Komlón, most tavaly szeptember óta vagyunk Bonyhádon is, 4 éves kortól járnak táncolni a fiatalok, 3 csoportunk van, Future, Diamonds meg Flawless csoport, kicsi ovisok, általános iskolások és a gimisek. Hip-hop táncot láthattunk főként, ennek minden változatát volt. New style, street jazz, jazz funk, vogue, viking. Ezeknek a stílusoknak a nagy részét mind Amerikából hoztam, New Yorkban voltam több alkalommal, és ott tanultam a Broadway Dance Centerben. A falunapi rendezvények minden évben tematikusan épülnek fel. Általában a programnak a felépítése az úgy néz ki, hogy a környékünkből is szoktunk hozni fellépőket, itt Komló, Dombovár, helyiek természetesen, óvodások, iskolások, és kitekintünk országosan is. És általában úgy szokott lenni, hogy országosan ismert előadókból 3-at hívunk, és a többiek pedig Pécs, Komló, Dombovár, ez a környékről szoktunk hozni. És akkor így áll nagyjából össze a falunapi program, ami általában reggel kezdődik, egy főzéssel, csapatok főznek a falu lakosságának, a falu lakosságát vendégül látjuk egy ebédre, teljesen ingyen és bérmentve. Körülbelül 1000 főre szoktunk főzni, ami is szokott fogyni. És akkor utána kezdődnek a műsorok, és akkor egészen hajnalig egy bállal szoktunk zárni. Az is egy-egy ilyen helyi csapat lesz, a Mr. Duo, és akkor ők fogják befejezni ezt a mai napot. Ez a falunap úgy indul, hogy egy nulladik nappal pénteken, akkor ilyen rockzenekarokat szoktunk meghívni. Tegnap is voltak, hatalmas siker volt, egy ilyen 400 ember vett részt rajta, ilyen falusi viszonylatban óriási szám. Hát és most is vannak itt elég sokan. Úgy gondolom, hogy itt az ebédnél, amikor ebédeltünk, akkor ilyen 600 ember biztos volt itt, 600-700 ember.
Hát körülbelül így áll ez, és ez minden évben így szokott lenni, hál' Istennek. Az állandó színpadi programok mellett ugrálóvár, arcfestés és népi játékok várták a kicsiket, így minden korosztály megtalálhatta a neki tetsző elfoglaltságot. Monita egy ifjú énekesnő, akit országszerte egyre többen ismernek és szeretnek. A retro vonalat képviseli. Koncertjein rengeteg feldolgozást hallhatunk, de saját számait is vele együtt énekli a közönség. Monita nemrég Vajszlón járt, ahol stábunk beszélgetett vele. Idén nagyon népszerű a retro műfaj, rengeteg fellépésük van a retro műfaj képviselőinek, és én azért ezt választottam, mert igaz, én nem vagyok retro előadó, de retro dalokat énekelek, és ha elmegyek egy rendezvényre, akkor olyan dalokat énekelek, amik nyilván nagyon nagy slágerek voltak valaha, és így több előadót egy személyben meg tudok személyisíteni. A repertoár nagy része feldolgozás, hiszen a retro dalok azok nyilván feldolgozások, de ezek is monitásítva vannak, és emellett saját dalokkal is próbálkozom, és keressük a slágert, és azt gondolom, hogy eddig kettő olyan saját dal is sikerült, amit nagyon szeret a közönség, úgyhogy meglátjuk, hogy melyikből lesz sláger. Gyerekműsort is sokat vállalok, hiszen egyébként polgári foglalkozásom szerint tanítónő vagyok, így hát nagyon közel állnak hozzám a gyerekek, és nagyon, nagyon szeretem is őket, így hát ez valahol egy kicsit a hobbi és a maga a hivatás keveredése is, de nagyon szeretem. Ez volt erre a hétre a Központ közéleti magazinunk. Jövő szerdán találkozunk, addig is viszontlátásra!